hova szerettél volna mindenképpen eljutni? Mi volt a minimális terv itt az OB-n neked? Hát én a döntőbe szerettem volna jutni, a cél pedig az, hogy megnyerjem. Milyen volt az elődöntő, és milyen volt neked eddig az utad idáig? Nehéz meccseid voltak, vagy azért viszonylag könnyebben ment? Voltak nehezek, meg voltak könnyebbek is. Ki ellen volt nehéz egyébként? A Levi és a Nikolaj ellen. És azok miért voltak nehezek szerinted? Hát mert a Levi nagyon jó labdatartó, a Nikolaj pedig az ellenkezője jól támad. És neked mi volt eddig az erősséged szerinted itt ezek alatt a napok alatt? Mibe szerintem voltál jó? Fejbe. Fejbe jó voltál. És a mai elődöntő ez mennyire volt kemény? Hát azért úgy kemény volt, de az előző egy kicsit nehezebb volt. Ma például mibe voltál te jobb az ellenfelednél? Jobban támadtam. Jobban támadtál. Mit vársz egyébként a döntőtől, hiszen a Milánnal azért ismeritek egymást jól, nem? De hát én igazából nem tudom. Mivel készülsz? Tehát szerinted mi az, amivel a Milánt meg lehet verni? Stabil vagyok, és nem engedek ki, ha vezetek. És akkor gondolom törekedni fogsz arra, hogy vezessél, ugye? Igen. Fontos volt az, hogy itt az OB-n elindulj, mert azért te is jársz. Igen, már nagyon. Néha. Meg egyéniben, ugye még nem vagyok magyar bajnok, és az a cél. Akkor neked ez itt, hogyha nyerhetsz esetleg, igen, akkor az egy nagy... Párosban egyébként már van OB címed? Igen, van. És párosban most itt döntőt is játszatok, azt hiszem, nem? Nem, vagy még csak elődöntőben vagyunk. Csak elődöntőd. Mik a hosszú távú terveid egyébként? Mert gondolom te is sokat beleteszel a teniszbe, az egész család, hiszen a nővéred is. Igen, hát kitartok, és majd közben kialakul, hogy hogy lesz. Döntőbe vagy. Milyen tervekkel érkeztél ide az OB-ra? Először is, hogy döntőbe jussak. És igen, hogy döntőbe jussak. És a döntőn belül, tehát megfordult a fejedbe az a győzelem is? Igen, hát igen, megfordult a fejembe. Ma nem volt a legnehezebb meccsem, mert szerintem az ellenfelem nem volt annyira jó, nem játszott annyira jól, ahogy szokott. És... Hogy jutottál el idáig a döntőig egyébként? Nehéz volt? Vagy azért... Igen, nehéz volt. Ami meccsek nehezek voltak, azokat mivel nyerted meg? Mivel voltál jobb az ellenfeleknél? Fejbe. Uh-huh. Szerinted a holnapi döntőben, mert azért Zolikával ismeritek egymást jól, mi fog dönteni? Hát szerintem a fej, meg az, hogy ki van jó paszba, ki pihente jól ki magát, és... Mit jelent neked az OB? Tehát neked fontos az, hogy itt legyél az OB-n? Mert mindig szoktunk találkozni. És miért fontos szerinted egy OB-n itt lenni? Hiszen te már nemzetközire is jársz azért. Igen, hát az a fontos, hogy tanulj, és hogy jó meccseket játszál, és hogy játszál.